Szárdusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és a mai epizódunk főszereplője, ez a 450-es KTM-en még szerepelt epizódokba. Ezt, mikor összefúrtam a váltót a motorolajjal, azt hiszem azelőtt is dugót hajtókar, vagy dugó hajtókar, főtengelycsapája, nagyjából generálozva volt, és újra került egy probléma. Erős nehezen indult, bár én nem is tudtam beindítani, de a tulaj valamikor két hete, három hete valamikor beindította, de mondta, hogy rosszul ment. Én nem, elkezdtem megmontogatni, mint lássátok, levettem szelepfedelet, megnéztem szelephézagok, azt mondanám még tűrhető, azzal kellett volna menjen. És folytattam tovább, gyájtottam a vezérlésig, mondjuk a vezérlést már előre észrevettem, mivel lógott rajta a lánc erősen, és hát egy fogat átugrott a vezérlés. Ennek mi az oka? Meghalt ez a feszítőpatron, ez a KTM-eknél 350-es, 250-es, Husabergeknél 550-es, 390-es, 450-es, ezzel az olaj nyom, mechanikus is, meg olajnyomással is működik. Az lássátok, egy erősugó, benne van egy erősugó, ami ad egy alapfeszítést, megjön az olajnyomás, beindítod ezeknél, amúgy normális, már volt ezzel is kérdés, hogy beindítod, pár pillanatig hallod a kecegést, aztán áll, az a jó, akkor biztos működik, hogy áll. Ha folytonosan keceg tovább, hallasz egy olyan különös kecegést a vezérlés felőle, akkor nagy valószínűséggel ebben van a probléma. Habár olyan is van, hogy van rajta ez az o-ring, amit temít maga a házba, hogy ez van meghalva, és nem tudja megtartani az olajnyomást, meg más őszerkezet is mindennél, hogy egyszerűen én kipeccintem a helyére, mikor berakom, természetesen nulladom, azt ne tud csinálják, hogy kell egy 2 mm-es alátét, nagyjából olyan vastag, mint ennek a feje, beteszed alá, természetesen az olajat, a régi olajat kipréseled belőle, megpróbál a tárcsatisztítóval, én át szoktam mosatni, lenyomod, és így a le, úgy mondják, a reszetálod a nullapontjára, ezt így berakod a helyére, ahova jár, miután berakod, van a, megmutatom ezen, ahová ezt átalakítottam mechanikusra, van a végében itt a dugó, ennek egy, én a izével szoktam, egy, van egy olyan csillagcsavarudó, amelyiknek le van vágva, csillagcsavarudó volt, le van vágva a hegye, belenyúlok, megkeccintem, ez, ahogy beleütsz maga a végébe, megnyomod, kijön és megfeszíti a láncot. Na szóval, ezzel mi is a rossz? Ezzel az, hogy ez úgy megáll egy pozícióba, véletlenszerűen, hogy nem tud, többet nem jön elé. Lássátok, mondjuk most szimulálom, fordul a motor, a lánc ráfeszít a feszítőre, és megáll egy pozícióba, és ebből többet nem jön ki. Próbáltam már sűrített levegővel is fújni, hogy az olajnyomása valamire kijönne, de nem. És amúgy látszik is maga a feszítőn, ilyen, próbálom megmutatni, ilyen kopások lettek rá. Ez nagy valószínűséggel attól van, hogy abban a pozícióban megállott, és csak abban a pozícióban ennyire így mozgatta, feszegette a lánc, és nem tudott elébb ugrani, meg ilyesmi. Úgyhogy ez biztos rossz. És megmutatom azt is, hogy alakítom át mechanikusra. Az ő házában, ha akartuk egy kicsit sporolni, lehet venni is, elég drágák, de
Sporolni szoktam, mint mondtam, Molcsó Jóska vagyok, a régi házával oldom meg. Én ezeket esztergálom, de egy normális csavarral is, azt hiszem 10-es, 1-es lépéssel belerakom, és ennél fogva lehet csavarom, feszül a lánc, van egy kontracsavar, teszek ide egy O-ringet, és a kontracsavarral ráhúzok, és meg is van olva. Ami még lényeges ennél, lássátok, meg van az olajárat rajta, mivel a blokkon olajárat van, hogy tudja a régi spanolót. Ebbe egy csapszeget szoktam, amit tökéletesen bele lehet préselni, jó a mérete. Nem is tudom, melyik csapszeg. Van egy csomó csapszegem, és valamelyik biztosra pont talál bele. Belébe is maga a csavar pontosan, meg a külső átmérője is pont akkora, hogy el tudjon vele itt dugni a járatokat. Ide rájön az O-ring, az eredeti O-ring, és hogy az olajnyomást állítsa meg, hogy ne gyengüljön nekem az olajnyomás, hogy oda csak üresbe pliccol be. És ennyi lenne nagyjából a mechanikus láncfeszítő, spanoló, amiket árulnak, elég drágán árulják, szerintem annyit még megközelítőleg se írnak, ezek se. Azt mondják, az újabb modellek jobbak, de volt már avval is probléma. Dukon volt probléma vele, hogy meghalt. Szerintem idővel, ahogy mozog, ahogy feszegeti, amíg nem jön meg az olajnyomásod, már szedtem is szét egy olyan, mint a dugón a biztosíték, amit tartsa a csapszeget, olyan szerkezettel van megoldva benne, szerintem az is egy idő, olyan a feszítő rugója, meg egy erős rugó belé van téve. Szerintem idővel az is kopik, és azért csinál ilyen dolgokat. És nagy valószínűséggel ennek mondhatom azt is, hogy a vezérműláncot cseréltem rajta, és olyan sokat nem, mint hogy ennyit nyúljon, hogy ahogy rikkettette, csaptogtatta, azért időnap előtt azért kopott el. Na szóval, úgyhogy vezérműláncot cserélünk rajta, és remélem, hogy vezérműláncot megbárakom, ezt a láncfeszítőt, és remélem, hogy jól fog működni. Ennek azt hiszem a pontjait mutattam, hogy van, ez is le kell stiftelni, mint maga a betása. A betása a videóban is volt. Megmutatom, lát közelebbről. Nem ki a telefonom onnan. Pontját, én már ezt lestifteltem, hogy tudjam pontra tenni. Maga a felső pontja, lássátok, fogaskeréken be van jelölve, maga a patkón be van jelölve, viszont ez elég sokat el van menve. Én hára raktam közbe, jobban mondva próbáltam hára rakni, de nagyjából annyira lehet megközelíteni, ez elég messze van, egy jó fél fok, ha nem több. Így lenne a pontja, főtengelyt. Mikor a dugattyú fenn van a holdpontján, érződik itt a stiftelő csavarja. Ezt ha kiveszitek, ez alatt van egy vastag alátét, azt kiveszitek, és az ő csavarját kell használni, és könnyen, nem úgy, hogy befeszítsük, beerőltessük, hanem könnyen kézzel be kell maga a főtengely vájatába kapjon, és lestiftelődik, és nem lehet átfordítani a motrot. A vezérműláncot azt ott lekapom, ez az új vezérműlánc, lekapom a mágneskereket, maga bütyköst tartsa ez a patkó, kiveszitek ezt a patkót, itt hátul lássátok, ezt tartsa maga a bütyköst a helyét, azt kiveszitek, kihúzódik, kijön a helyéből, és már le is van felülről jöve a lánc. Így néz ki a bütykös tengely.
Alulról is leszedem, ha mutassam meg, hogy hogy néz ki. Alul is. Csavart le. Lehúzott. Lehúzott rá, és vissza kell csavarjam. Mutassam meg alatta is, hogy... Egy. Ezt is még én csináltam, vagy 10 éve. Ha nem több, azóta teszi a dolgát. Egy. És alulról eltávolítsuk a maga a vezetőt, mert nem fogja kiengedni a láncot, és beengedjük, beengeded az új vezérmű láncot, visszateszed a helyére, és nagyjából az. Mondom, a pontját itt ennek nem lehet keresni, mivel nem látod, túlsó feléről lestiftelődik, és nagyjából ennyi. Kicsit ezeknek a karbis változata nem a legáltalátabb volt, mivel tökéletesen kellett töröki a zenindító szuperáljon, mivel a rugása is olyan furcsán érződik a pontja. A Husabergeknél, az injektorosnál annál tökéletesen nagyjából ugyanaz a blokkót, ugyanaz a belső szerkezet, az, hogy álló dőtve 70 fokba elé-felé, de azoknál valamit soha nem volt nekem gondom, mondjuk injektoros volt, értem hozzá a gombhoz, örökké szuperált, azon barugó sem volt, barugó kar nem volt, tökéletesen szó, amíg nálam volt 2 éve, tökéletesen szuperált. Annál is, amit csináltam, az volt, hogy meghalt a láncfeszítő, elkezdett kecegni, kicseréltem a láncfeszítőt, és utána sem volt. Ezekkel a láncfeszítőkkel, a mechanikussal, amit állítasz, egy picit oda kell figyelni, hogy picit üzemóránként csavarja utána, amikor hallod a hangját, vagy valami erős keveset, nem jó evását túlfeszíteni, rászakíthatod a láncot, vagy meg elnyújthatod a láncot is, ha minden alatt lehúzod. Erre kell egy kicsit, van egy módszere, hogy feszíted meg, de szalap, ha nem érzed, akkor szalapfedelát leveszed, és nézed a láncot, úgy feszíted. Úgy is kell, mint mondtam, úgy is kell néha-néha szelep hézagot mérni, és akkor rajtit szállítani, de ez biztos nem enged vissza. Na srácok, nagyjából ennyi lett volna ez a videó, és majd találkozunk egy másikban. Szervusztok!